Átadták a felújított Kálmánházi Benedek Elek általános iskolát. Az intézmény vezetője elmondta, már évek óta nagy igény volt erre a fejlesztésre. 116 gyerekünk van jelenleg, 8 osztályban dolgozunk, 3 napközis csoportunk van. Amire igazából hangsúlyt fektetünk az iskolai oktatás során, elsősorban informatika és nyelvoktatás. Ennek az óraszámát megnöveltük, tehát amennyit a nemzeti alaptanterv, illetve előír, attól több órában tanítjuk, és nagyon szeretik a gyerekek. Ezentúl magániskolai órákon vehetnek részt a diákok az intézményben. Így működik a néptánc csoport, a furuljai zongora oktatás, valamint képzőművészeti szakkor is van a Kálmánházi iskolában. Kálmánházán az önkormányzat folyamatosan fejlesztette és karbantartotta az iskolát már azelőtt is, hogy fenntartója lett, de egy ekkora beruházásra nem volt elegendő forrása korábban. 5 évvel ezelőtt felújították az iskolát, de az akkori pályázat nem tette lehetővé, hogy lecseréljék a tetőt, pedig az energiatakarékosság szempontjából ez az egyik legalapvetőbb feltétel. Most egy 40 millió forintos Európai Uniós forrásnak köszönhetően ez is megvalósulhatott. Gyakorlatilag a főépületnek a teljes tető cseréje történhetett meg, valamint egy sportpálya kiépítése az udvaron. Ezek a nagyobb lélegzetű beruházási munkák, emellett pedig iskolabútorzattal tudtuk kiegészíteni a fejlesztést, tantermekbe tanulók számára, illetve pedagógusok számára is bútorokat tudtunk és berendezési tárgyakat ebből a fejlesztési forrásból létesíteni. A tudás jelenleg a legfontosabb érték. Az iskola felújítás mindig a település népesség megtartó erejét segíti. Emelte ki Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében. Itt esélyteremtő oktatás, tehetséggondozás, színvonalas tudás, ismeretátadás történik, és emellett láttuk, hogy jól neveltek a gyerekek, itt az ünnepségen is ez bebizonyosodott, tehát nevelés is, magas színvonalú nevelés is folyik. És hát az iskolákban van a jövő, mert ha a gyerekeink itt megszerzik a megfelelő alap ismereteket, vagy alapkompetenciákat, tovább tanulnak, képzettséget szereznek, urambocsá egyetemi vagy főiskolai diplomát szereznek, akkor el tudnak majd helyezkedni, sikeres felnőtt családi életet élnek, és ezáltal sikeressé teszik azt a települést, ahonnan származnak, vagy sikeressé teszik Magyarországot. A felújításnak köszönhetően létrejött infrastruktúrális háttér nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék a tanulói lemorzsolódást és a végzettség nélküli iskola elhagyók számát.